bár, igen. Igen, igen, ez trafikban. Kézről kézre kerülve jutnak be a dobozolt segélycsomagok Kisvárdán a mikrobuszba. Továbbra is nagy szükség van a tartós élelmiszerekre a határon túl, így bőven jutott ezekből a Kárpátalja házból szerdán reggel elindított segélyszállítmányban is. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Hieroteusz Egyesület advent alkalmából már harmadik éve szervez adománygyűjtési akciót kárpátaljai óvodák, iskolák, gyermekotthonok számára. Idén ennek a gyűjtésnek minden eddiginél nagyobb jelentősége van. Az adományokat olyan helyekre juttatják el, ahol a háború miatt komoly nélkülözésre kényszerülnek. Ez a háborús helyzet, ez mássá teszi az életünket, de nekik, akik ott vannak, egy olyan megyében, ahol sok esetben nincs világítás, az alapvető életfeltételek sem adottak. Egy ilyen helyzetben azt gondolom, hogy ezeknek a fiataloknak a karácsonyát szebbíteni erkölcsi kötelességünk, és ennek tettünk eleget. Mi az Ungvári Szent Gellért Katolikus Kollégiumot, az Ungvári Karitász által működtetett ingyenkonyhát, a Beregszászi Magyar, a Munkácsi Görögkötők és Egyházmegye Beregszászi Magyar Esmerési Kerülete fiataljait, és az Ungvári Püspökségen lévő, most odaérkezett menekült fiatalokat fogjuk ma megsegíteni, számukra viszünk ma adományt. Az adventi akcióban több mint 1 millió forint pénzbeli és több mint 500 000 forint értékű tárgyadományt, köztük két villanybojlert gyűjtöttek össze a térségben élők. Seszták Miklós országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a Kisvárdai Kárpátalja ház és a Tisza RTT áldozatos munkájának köszönhetően az elmúlt 10 hónapban a segélyszállítmányok valóban oda jutottak el, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk. Amikor a háború kitört, akkor nem tudták még, hogy hova kell igazodni, nem tudták még, hogy hova kell behozni, vagy hova kell vinni, és itt az ide befolyt adományok mindig jó helyre, Czap Andrea és Erdély Tattyának a segítségével a megfelelő helyre érkeznek meg, és jutnak el Kárpátalján. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos szerep a háború kitörése óta, és erre példa a mai adományozást is szeretném megköszönni minden adományozónak, mert ebbe a furcsa 22-es karácsonyba mindenki érzi, hogy egy picit más, mint az eddigiek, főleg ott, ahol a háború rémeretteg is betartja az ott élőket, ezért fontos, hogy megfelelő adományok megfelelő helyre jussanak ki. Az adományokra pedig nem csak most karácsonykor, hanem a következő hetekben, hónapokban is szükség lesz. Aki akár pénz, akár tárgyadománnyal szeretne segíteni a Kárpátalján élőknek, azok a katolikus Karitászon, a Hieroteusz Egyesületen, vagy a Kárpátalja házon keresztül a jövőben is megtehetik.